Szürke zakó és barna bőrtáska, így érkezett meg a reptérre Mészáros Lőrinc. A felvételt tavaly májusban a Hír TV készítette. A kisgépes terminálnál Szíj László, a közbeszerzéseken sikeres Duna Aszfalt vezetője, és Tiborcz István, a miniszterelnök veje is feltűnt. Kinek a repülőjével érkeztek? A Hír TV oknyomozó műsora tavaly háromszor is lefilmezte Mészáros Lőrincet a kisgépes terminálnál. A célpont szerint a felcsúti polgármester és üzlettársai ezzel az osztrák felségjelzésű magángéppel szoktak utazni. A gép most kedden Spanyolországban Malagára repült, ahol éppen edzőmérkőzést játszott egymással Mészáros Lőrinc két foci csapata. Tavaly augusztusban Korzikán landolt, ahonnan pár nap múlva Szíj László felesége posztolt a Facebookra. Több mint 9 hónapot vett igénybe az adatgyűjtés. A célpont szerkesztője szerint a gép üzemeltetője egy bonyolult céghálón keresztül kötődik Mészáros Lőrinc érdekeltségeihez. A hosszas nyomozás és cégelemzések után összességében azt bátran kijelenthetjük, hogy Mészáros Lőrinc üzleti környezetének köze van tulajdonosi szinten is ehhez a repülőgéphez. Mi is körbekérdeztünk a repülőtéren. Az RTL Irodónak több, egymástól független forrásból is megerősítették, hogy a repülőgépet Mészáros Lőrinc használja. A felcsúti polgármestert többször és többen is felismerték, amikor a géppel utazott. A Challenger 605-ös típusú gépet általában üzleti utakra használják. A felszereltségétől függően akár 3 milliárd forintot is érhet. Nagy hatótávolsága miatt akár az óceánt is át lehet repülni vele. Széles kabinjában az utasokat kényelmes bőrülések és luxus körülmények fogadják. Mészáros Lőrinc úgy választott, mint a világsztárok. Ilyen repülője van például Lewis Hamilton, többszörös Forma 1-es világbajnoknak is. Az MSZP szerint a kormánynak fontosabb a kiválasztott üzletemberek meggazdagodása, mint az egészségügy. Az egyszerű ember, aki ha bekerül egy kórházba, a sürgősségi osztályra, akkor ellátás nélkül meghalhat. És van Orbán Viktor és a slepje, aki azt látjuk, hogy a mi pénzünkön urizál, és járja Európa vagy a világ országait magánrepülőgépen. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nem az a lényeg, hogy Mészáros Lőrinc milyen forrásból gazdagodik, hanem hogy a cégei jó munkát végeznek. Én abban semmi kivetnivalót nem találok, hogy nagyvállalkozók adott esetben akár magánrepülőgéppel utaznak valahova. Mészáros Lőrincet korábban a Magyar Narancs újságírói egy luxus jachton is levideózták az Adrián. Kerestük a felcsúti polgármestert, de nem válaszolt.